Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol Korintusba írt első levele, 10. részének 31. verséből szól hozzánk Isten igéje. Akár esztek tehát, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Ige versünk mai üzenete az, hogy Isten dicsőségét úgy lehet munkálni, ahogy a folytatásban olvassuk, megütközésre ne adjatok okot. Másképpen fogalmazva, senkit meg ne botránkoztassatok. Igénk szerint Isten gyermeke három területen ténykedik, a húspiacon, a vendégségben és a gyülekezetben. Megütközésre ne adjatok okot sem a húspiacon, se a hitetlenek vendégségében, se a gyülekezetben. Sem zsidónak, sem görögnek, se Isten egyházának. Hát a gyülekezetben sem evidens, hogy Isten dicsőségét munkálja valaki? Azt kell mondanom, hogy nem. Milyen jó lenne, ha belépnénk a templomba, gyülekezeti házba, imaházba, már onnantól kezdve automatikusan munkálná valaki Isten dicsőségét. De nem. Önmagában a hely szelleme automatikusan nem munkálja ezt. Viszont van figyelmeztetés, tanács, biztatás, bátorítás, akár esztek tehát, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. A római levélben így ír erről Pál apostol. Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. A hívő ember sajnos még a gyülekezetben is tud rombolni, de az nem munkálja Isten dicsőségét. Lehet véleménye valamiről, ki is mondhatja, de nem mindegy hogyan, mert nem biztos, hogy az Isten dicsőségét munkálja. Isten dicsőségét lehet, hogy az munkálná, ha elkezdene csendben imádkozni. Ha azt mondaná az énekíró szavaival, a töredelmes szívet te, Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel, és könyörülj rajtunk. Legyen számunkra imádság, adj nekem, Uram, töredelmes szívet, adj nekem, Uram, engedelmes lelket. Ez munkálja dicsőségedet. Adja Isten, hogy 2019-ben töredelmes szívvel és engedelmes lélekkel mindig mindent az ő dicsőségére cselekedjünk. Amen.